kattogtak a fényképezőgépek a szalagátvágás közben, volt mind dokumentálni. A Naki mezőgazdasági ZRT telephelyén kormányzati és uniós támogatással felépített terménytárolót adtak át. A beruházásnak köszönhetően a vállalat komoly lépést tett a precíziós mezőgazdaság elterjesztése felé. Az új csarnokban és az ott található berendezésekkel ugyanis szántóföldi vetőmag hibrideket állítanak elő. A feldolgozás előkészítéséig itt marad a termék, akár nálunk is elképzelhető, hogy a, a fémzárolás is megtörténik. Ez nyilván a megrendelőnek az igénye szerint változhat, és hogyha a megrendelő igénye az, hogy mi fémzáról tassuk le a terméket, akkor mi készen állunk arra a vetőmag manipuláló rendszerünk okán, hogy el tudjuk végezni ezt a folyamatot, a tisztítási, válogatási folyamatokat, és ennek eredményeképpen fémzárolhatóval válik a megtermelt vetőmag. Vagyis a vállalat a most átadott technikával akár új, a klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodó vetőmag, hibridek előállítására is képessé vált. Az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára szerint a jövő az olyan cégeké, mint a Naki, amelyek innovatív, új módszerekkel reagálnak a kor kihívásaira. Ezt pedig a kormányzat is támogatja. A vidékfejlesztési programnak 2024-től induló egyik támogatási prioritása a magasabb feldolgozottságú termékeknek piacra jutását szolgálja, beleértve az élelmiszeripari feldolgozás elősegítését is. Ez kiemelt célja a minisztériumnak, kiemelt hangsúlyt helyezzünk rá, és nem csak szavakban, hanem a vidékfejlesztési program erőforrásait tekintve, tehát a támogatásokban is. 2024 első negyedévétől kerülnek meghirdetésre ezek a pályázatok. A NAKI mezőgazdasági ZRT jogelődjét akkor még termelő szövetkezetként több mint 60 évvel ezelőtt hozták létre. A vállalat hamar a település és a környék legnagyobb foglalkoztatójává vált. Sok ottani családnak biztos megélhetés garantálva. A cég ugyanígy segíti ma is a vidék fejlődését. Erről Potápi Árpád János nemzetpolitikai felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a mezőgazdasági cég az elmúlt évtizedekben mindig megpróbált alkalmazkodni a lehetőségekhez, és ami nagy előnye volt, hogy egyben maradtak, még akkor is, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltozott, és így ennek a térségnek az egyik kiemelkedő mezőgazdasági cégje maradt, illetve azzá vált egy olyan cégé, ami Nakon például az önkormányzatnak a legnagyobb adóbefizetője. De itteni embereket alkalmaznak, és a vidékfejlesztésben óriási szerepet játszanak. Azért is van, hogy a kormány ezeket a cégeket is támogatja. A most átadott naki beruházás több mint 300 millió forintból valósult meg.